Énekeltek, verseltek, jeleneteket adtak elő, így ünnepelték a karácsonyt a Dreai Lurkóházban a gyerekek. A műsorral azoknak mondtak köszönetet az intézmény védencei, akik egész évben adományokkal támogatták őket. Bolya Edina és Deli Dorina is hetek óta erre a napra várt. Nagyon sokat készültünk rá, sokat próbáztunk, és nagyon várjuk a mai napot, és kicsit izgulunk. Hát mi itt a karácsony úgy szokott eltelni, hogy mindig díszítünk, feldíszítsük az egész lurkóházat, persze a nevelők segítségével, és próbázunk nagyon sokat, a lehető legtöbbet. A Dreai Lurkóházban most 15 gyerek jár. Bolya Ilonka házfelelős 10. éve foglalkozik itt a gyerekekkel. Öröm őket nézni karácsony közelettével, amikor ugye a műsorra készülődünk, az az öröm, az a vígasság a szemekből, az öröm csillogás. Látszik rajtuk, hogy nagyon várják ezt az ünnepet, hogy valóban az egyik legnagyobb ünnepünk, és ezt ők érzékelik. Vajdaságban az Óbecsei községhez tartozó Dreán nyílt meg az első lurkóház, a Poverello Alapítvány 2006-ban alapította. Harmad Károly ferences rendi atya sosem hagyná ki ezt az ünnepet a gyerekekkel, akik szerinte itt megtapasztalhatják a közösség erejét. Hogy meg tudják élni azt is, hogy a közösségben nem csak feszültségek vannak, és nem csak veszekedések és nincstelenségek, hanem vannak a közösségben az örömnek a pillanata is, és az egymással való együttlétnek az örömei is jelen vannak. Az ünnepségen megjelent Fremond Árpád, a Magyar Nemzeti Tanács új elnöke is. A Magyar Nemzeti Tanács fontos az, hogy mindenki támogasson, főleg azokat, akinek a legnagyobb szüksége van rá. Úgyhogy azt gondolom, hogy annak az üzenete, hogy én ma a Nemzeti Tanács elnökeként itt vagyok, az, hogy minden kis közösségre figyelni fogunk az elkövetkezendő időszakban is, és ott, ahol csak tudunk, segíteni kívánunk a jövőben is. Az ünnepség végén a gyerekek átvehették azokat a csomagokat is, amelyeket a Magyar Nemzeti Tanácstól és a Vajdasági Magyar Szövetség községi szervezetétől kaptak.